életet menthet a robotkutya, drónokkal gyakorlatozott a katasztrófa védelem. Cukik, vagányok és nagymenők, 1600 kutya érkezett a nemzetközi kiállításra. Utolsó másodperces győzelem, folytatta veretlenségi sorozatát az Előre. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Hogyan működik együtt egy képzett kereső kutya egy távvezérelt négylábúval? Hol helyettesítheti az igazit egy robot? Mikor érdemes bevetni egy ultramodern technológiát a katasztrófa védelemben? Ezekre a kérdésekre kereste a választ közös gyakorlatán a Földön égen mentő csoport és a Békés vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság. A két szervezet pénteken kezdte meg kétnapos kiképző programját Gyomaendrőd határában. Az első napon Körömi János az egyik ipari és fogyasztórobotikával foglalkozó cég ügyvezetője tartott elméleti, majd gyakorlati előadást a vállalat robotkutyájáról. Az első nap folyamán felhívták a figyelmet mind a kutyák, mind a robotok előnyeire. Haskó György, a Békés vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság katasztrófavédelmi igazgatóhelyettese hangsúlyozta, a kétnapos terepgyakorlat célja, hogy a csapatok valós eseményekre készüljenek fel. Tulajdonképpen ez a drónos kutya, hogy mennyiben tudja kiváltani egyes kutyáskeresési feladatainkat, talán a veszélyes környezetek, amik ezt indukálhatják. Nyilván ez még gyakorlás kérdése, és gyerekcipőben jár. Most látjuk ezt először. Az nagyon valószínű, hogy nem tudja kiváltani az élő kutyákat, de a bizonyos helyzetekben akár elgondolkodtató lehet az alkalmazása. Németh László, az orosházi hivatásos tűzoltó parancsnokság parancsnok helyettese szerint a kutyák szaglása pótolhatatlan. Egy robot viszont minden téren pótolható, akár egy gomnyomással. Használhatjuk egy olyan eszközként, hogy ne kelljen embereket beküldeni. Tehát, hogy a veszélyes övezetbe ezeket előre lehet küldeni, és hogy meg tudjuk óvni a beavatkozóknak a testi épségét is. A kétnapos kiképzés első napján egy épületben rekedt ember esetét szimulálták. Az elsőként induló mentőkutya hamar megtalálta a bajba jutottat, a kamerával felszerelt robot pedig szépen lépkedve közelítette meg a keresett szemét, akiről képet is adott. Megtaláltuk a bajba jutottat. Sin Zoltán, a Földön égen mentő csoport elnöke elmondta, hogy légidrónos és kutyás kereséssel foglalkoznak, de a pénteki tapasztalatok alapján elképzelhetőnek tartja a robotkutyák bevetését is. A légidrónnak vannak előnyei, azt jelenti, hogy gyorsan használható, nagy területeket át tud nézni. Nyilván vannak hátránya is, amikor lásd itt most, hogy már meglomosodtak a fák, és akkor nyilván az erdő területet nem tudja a drón átvizsgálni, hiszen lefedett a lombkorona miatt, akkor jönnek a kutyák, akik tudnak akár a fák között, vagy a bokros részeken is keresni, de a drón az gyorsabb, és nagy területet tud átnézni, nyilván olyan részeket is, amihez sokkal több kutya kellene is idő. A nap tapasztalatai azt mutatták, hogy bizonyos esetekben szükség lehet a robotkutyákra, de a hatásfokuk a fejlesztéseken és a programozáson múlik. Előre tervezett éjszakai zajjal járó karbantartást végeznek a MÁV szakemberei Békés vármegye több vasútvonalán. A Budapest-Szolnok Békés Csaba Lőkösháza fővonalon, a Békés Csabai vasútállomáson hétfőtől csütörtökig minden este 10 órától reggel 5 óráig tartanak a vasúti pályát érintő munkálatok. A vasúttársaság tájékoztatása szerint továbbá a következő időszakban szintén karbantartás várható a Mezőtúr Orosháza Mezőhegyes, illetve a Békés Csaba Szeged vonalon. A karbantartást végző vasúti munkagépek az ismertetett időpontokban tartózkodnak és okozhatnak zajt az állomásokon, az állomások között és az átjáróknál. A MÁV a zajterheléssel járó éjszakai munkavégzés miatt a lakosság megértését és türelmét kéri.
A téli üzemet követően április elejére lekerült a takarás a békéscsabai szökőkutakról. Jelenleg az ivó, a dísz és a szökőkutak takarítása, átvizsgálása, próbaüzeme zajlik. Az esetleges javítások után pedig április közepétől az őszi fagyok beálltáig csobog majd a víz a békéscsabai közterületi kutakban is. A városban 4 dísz, 6 ivó és 8 szökőkút van, amelyek különböző műszaki tartalommal működnek, mondta el a város üzemeltetési osztályvezetője. Csiaki Tamás hozzátette, az ivókutak és a díszkutak csapvízzel működnek, de a szökőkutak vízéből tilos inni. Szökőkutak pedig más műszaki tartalommal, tehát vegyszeres vízzel vannak működtetve. Ezeknek a kutaknak esztétikai szerepén túlmenően egyfajta környezeti hatása is lehet. Nyilván a levegőnek a páratartalmát javítják, de természetesen az ivókutak, vízkutak esetében pedig azért ihatnak is belőle az arra járók. A város kutyai télen víztelenítve, letakarva várják a fagyok elmúltát. Március végén a békéscsabai városgazdálkodási Kft. Munkatársai leszedik a téli takarást, és kitakarítják a kutakat. Ezt követően kezdődik a műszaki átvizsgálásuk, és április elején indul a próbaüzem. Amennyiben szükséges, a szakemberek elvégzik a javításokat. Alapvetően elektromos hiba lehet, vagy tömítési hiba. Az elektromos hiba lehet az, hogy ezeknek a szivattyúknak a tengelye beáll, vagy valamilyen zárlat keletkezik, és a tömítési hibák pedig azok, ugye, hogy ugye működnek folyamatosan, aztán leállnak, kiszáradnak ezek a tömítések, és a kiszáradt tömítés már nem tud úgy zárni, ezért a tömítéseket kell cserélni. Hozzátette, előfordulnak olyan esetek, amelyek nagyobb karbantartást, javítást igényelnek. Ilyenkor van, hogy külföldről kell alkatrészt beszerezni, ez pedig hosszabb időt is igénybe vehet. Optimális esetben a tervek szerint április közepétől mind a 18 békéscsabai kút üzemel majd. A Bihari Túrák Egyesület egy túrával egybekötött, szemétszedős akcióprogrammal csatlakozott az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ tavaszi nagy takarítás idei kampányához április 5-én. Az Aktív Ökoturisztikai Fejlesztési Központ egy hónapos akciója az erdők fák napjától a föld napjáig tart. A megmozdulás célja, hogy a résztvevők kitakarítsák az erdőket és a túra útvonalakat. A békéscsabai akció pénteken délután a Röplabda Akadémia elől indult. Szükséges lesz, hogy milyen ilyen akcióprogramokat szervezzünk, de most mi egy kicsit csavartunk ezen az egészen, hiszen van egy fehér és egy fekete zsákunk, és mi elhatároztuk, hogy most bevisszük azt a lakosság számára már egyre inkább napi életformává vált szelektív hulladékgyűjtési módszert, ami már ugye a sárga kukákkal megvalósult. Mi most fehér zsákba szedjük a műanyag és fém hulladékot, illetve a fém dobozokat, valamint a papír hulladékot, és feketébe a kommunális hulladékokat. Opauszki Zoltán környezetvédelemért és turisztikáért felelős tanácsnok kiemelte, hogy a Bihari Túrák Egyesület által szervezett szemétszedő akció több célt szolgál. Egyrészt fölhívja a figyelmet arra a csabai polgárok esetében, hogy ügyelnünk kell a környezetünknek tisztaságára, nem csak egy ilyen akció keretében, hanem a mindennapos korán is. Tehát, hogy egyáltalán ne keletkezzenek ilyen hulladéklerakók, ne legyenek az árkok teledobálva, ne legyenek a parkok szemetesek. De fontos az is, hogy a mindennapok során otthonunk, a közvetlen környezetünkben, a lokális környezetünkben is ügyeljünk arra, hogy ez ne tudjon keletkezni. Az április 22-éig zajló mozgalomhoz országos szinten közel 50 szervezet csatlakozott. 13 országból érkeztek hobbi állattartók Békéscsabára a hétvégi nemzeti és nemzetközi kutya kiállításra. A rendezvénynek a Csaba Park adott otthont, ahol 1600 kutya mutatkozott be a nagy közönségnek. A háromnapos eseményre a hazai ebek és tulajdonosaik mellett külföldről is érkeztek. Összesen 13 ország képviseltette magát a rendezvényen. Az ebek súly szerinti cuki, vagány és nagymenő kategóriában mérettettek meg,
Emellett minden olyan kategóriában díjazták őket, amelyet a nemzetközi szervezet előír. A Békéscsabai Ifjúsági Sportkutyás Egyesület elnöke felidézte, hogy a rendezvény megszervezésében személyes indíttatása is van. Párom ugye elhunyt tavalyi év folyamán, ezért is lett Bátonyi Gábor emlékversenynek keresztelve ez a rendezvénysorozat, és az ő emlékére viszem tovább ugye az egyesületet, ő ezt szerette volna, valamint ő tenyésztő volt, America's Staffordshire Terriert tenyésztett, és ugye mindenki úgy kezdi, hogy elkezd egy kiállításon részt venni, mint kiállító. A zsűri tagjai között volt olyan, aki már több éve rendszeresen visszatér Békéscsabára. Az a megtiszteltetésért, hogy első nap én adhattam, és választhattam a kiállítás legszebb kutyáját, ugyanis egy nagyon régi barátság köt össze minket, erdélyeket a Békéscsabai szervezettel, úgyhogy visszajáró bíró vendég vagyok. Békés vármegye főispánja elmondta, hogy mint kutyatartó nagyon fontosnak tartja a kiállítást, mert annak több üzenete is van a társadalom számára. Az elmúlt két nap és a mai nap szól a versenyről, szól a kiállításról, szól a felelős kutyatartásról, az állatvédelem fontosságáról, és szól arról, hogy hogyan kell állatot nevelni, hogyan kell kutyát gondozni, szeretni és felelősséget vállalni érte. A főispán beszédében a tavalyi évben elhunyt Bátonyi Gáborra és munkásságára hívta fel a figyelmet, aki nagyon sokat dolgozott azért, hogy a nemzetközi rendezvény töretlen sikereket érjen el. A szervezők a vasárnapi hobbikutya verseny bevételét a Békés-megyei Központi Kórház dr. Réti Pál Tagkórház gyermekosztályának javára ajánlották fel. Újra jótékonysági futógálát tartottak Gyulán. A mozogni vágyók és az adományozók mellett az árusok is felajánlották bevételük egy részét a Viharsarki Koraszülött Mentő Alapítvány számára. A februárra tervezett farsangi jelmezes futógála rossz időjárás miatt került át április 6-ára. Az esemény váza, a futás megmaradt, emellett több családi programmal találkozhattak az érdeklődők. A rendezvényen a koraszülött mentőautó is ott volt, amellyel eddig közel 1000 koraszülöttnek tudtak segíteni. Gelencsér Téme, a műsorvezető influencer kiemelte, hogy családja miatt gyakran jár Gyulára, és a hasonló sportesemények közel állnak a szívéhez. Mikor meghallottam, hogy lesz egy jótékony futás, ahol a koraszülött mentőt támogathatjuk, akkor úgy voltam vele, hogy mindenképpen szeretnék jönni. Egyébként is tevékenykedem, mint jótékony futó nagykövet. Nagyon fontos szerintem, hogy segítsünk, és hogyha ezt a sporttal tehetem meg, akkor viszont nagyon boldoggá tesz, úgyhogy alig várom a futóversenyt. Pap István, az esemény főszervezője elmondta, hogy tapasztalatai szerint évről évre egyre többen igyekeznek segíteni a mentőautó fenntartását. Kihasználjuk a jó időt, és akkor az egész nap ilyen családi napként fogjuk megszervezni, és úgy egész nap csak a gyűjtésről fog szólni. Rengeteg programmal készültünk, a kicsiktől egészen a nagyokig mindenkire gondoltunk. Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed, a támogatott alapítvány kuratóriumi elnöke, koraszülött mentősöknek nevezett minden futót és támogatót, hiszen, mint mondta, nélkülük nem működhetne a jármű, amelynek havi közel 3 millió forint a fenntartása. Támogatják a koraszülött mentőt, mai napig közel 1000 gyermeknek tudtunk segíteni, mentéssel, szállítással, hogy van bőven munkánk, és a legnagyobb kihívás az természetesen a mentőautónak a működtetése. A kuratóriumi elnök hozzátette, hogy ők a szaktudásukkal és szakembereikkel tudják segíteni a jó ügyet, a civilek pedig hasonló eseményekkel, adományokkal, illetve adójuk 1%-ával járulhatnak hozzá a mentőautó működéséhez. Hazai pályán a Budapest Honvéd második csapata ellen lépett pályára a Békéscsaba 1912 előre a labdarúgó MB3 délkeleti csoportjának 23. játéknapján. A fővárosiak ugyan nagyon közel voltak a pontszerzéshez, de a hosszabbításban Wohlert Roland gólt szerzett és eldöntötte a mérkőzés sorsát.
A Lilamezben játszó Békés Csaba előtt adódott az első helyzet. A 18. percben Zádori Krisztián éles szögből lőtt, Gyetván Márk pedig hárított. A 25. percben Farkas Márk és Mikló Roland összjátéka után utóbbi lőtt kapura, de Gyetván könnyedén védett. A Honvéd első próbálkozását a 33. percben jegyezhettük fel, de Haragos Viktor lövése nem találta el a kaput. A 41. percben Pintér Norbert szabadrugása is könnyű munkát adott a vendégek kapusának, így a szünetben gól nélküli döntetlen volt az állás. A második félidőt a vendégek kezdték veszélyesebben, a 48. percben Póser Dániel védte kiskoppány lövését. Az 53. percben ismét a vendégkapus pillanatai következtek, amikor Pintér kísérletét tolta a kapu fölé. Az 59. percben egy védelmi hiba után Haragos Viktor szaladt el a jobb oldalon, majd a jobb kapufa mellé tekert. Ezt követően kevesebb helyzet alakult ki, de a hajrá izgalmasan alakult. A 87. percben egy kontratámadás végén Wohlent lőhetett, de Gyetván ismét védett. A gólcsend végül a 93. percben tört meg, amikor Komáromi Csongor beadása után Wohlent Roland bólintott a hálóba, ezzel eldöntve a találkozó sorsát. Nehéz így elveszíteni mérkőzést mindig, de hogyha összességében nézzük, akkor azt gondolom, hogy elégedetnek is kell lennem. Rengeteg energiát beleraktak a játékosok ebbe a meccsbe, és azt gondolom, hogy csináltunk egy nézhető és látványos mérkőzést, izgalmas mérkőzést, amiből ma sajnos a Békés Csaba jött ki győztesen. A Békés Csaba 62 pontos a bajnokságban, és továbbra is 7 egység az előnye az SMTK-val szemben, míg a Honvéd 2 maradt a 12. pozícióban. Az pozitívum, hogy nem adtuk fel, utolsó percig mentünk, azért voltak helyzeteink ezen a mérkőzésen, de nem voltunk egész pontosak, sokat hibáztunk. Azt gondolom, az ellenfél nagyon játszott, tehát amire készültünk, az pont ez volt, hogy egy bátor, nyílt futballt fognak játszani. Vannak ügyes, tehetséges játékosaik, okoztak meglepetést kontra játékból, jól hozták ki a labdát, magabiztosak voltak, erre nem igazából reagáltunk jó. Ettől függetlenül addig tart a mérkőzés, ez közhely, amíg le nem fúj a játékvezető, úgyhogy nagyon örülök a győzelemnek. Csató Sándor csapata legközelebb vasárnap a Dabas otthonában lép pályára, majd egy héttel később a BKV előrét fogadja hazai pályán. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!